Sziasztok! Itt vagyunk a Gabányi László sportcsarnokban, az MB2-es futballbajnokság nyugati csoportjának rangadóján, ahol a Műegyetem és a Testnevelési Egyetem csapatai mérkőznek meg egymással. A mesnek nem kis tétje van, hiszen hogyha a BML gárdája nyer, akkor az első helyet foglalhatják el a ranglistán. Együtt szurkolunk a fiúknak! Sziasztok! Itt állok a BME akrobatikus pompom csapatával, és hozzá szeretnék most néhány kérdést feltenni. Mióta vagytok itt ilyen BMS eseményeken? Hát ez a csapat jelenleg most van itt először így ebben a felállásban. Ez az első alkalmunk. És hogy érzitek, milyen volt a fogadtatás? Hát én úgy éreztem, hogy mindenki kicsit meglepődött, hogy ez most micsoda, mivel ez volt ugye az első. De aztán amikor elkezdtük, szerintem nagyon pozitív volt, mindenkinek nagyon tetszett. Legközelebb hol találkozhatunk veletek? Ilyesmi még nincs lefixálva, de ilyen BMS rendezvényeken, mint például ezek a meccsek, sportnapok, gondolom, ilyesmire fogunk menni. Szervusz Ádám, kinek szurkolsz a mai mérkőzésen? Persze, hogy a BMS-nek. És hogy érzed, milyen a hangulat? Remek a hangulat, főként a szeniorok alapozzák meg az egészet, és így az egész BMS közösség szurkol a csapatnak, szerintem marha jó az egész, főleg így, hogy vezetünk így még jobb hangulat. Szurkolói teljesítményét hogy értékeled a szurkolótábornak? 10/10, egyértelműen. Sokan vagyunk, hangosak vagyunk, jó szurkolunk. Gyakran jársz szurkolni, vagy ez az első ilyen esemény? Nekem ez az első, de mostantól úgy érzem, hogy ha ilyen hangulat lesz, akkor jönni fog. Itt van velünk Levente és Ricsi, a BML csapatának kettő tagja. Mit gondoltok, milyen eddig a mai mérkőzés? Én azt mondom, hogy egy kicsit lüktetőbb meccsre számítottam, hogy őszinte legyek. Azt mondom, egy kicsit egyoldalú, de örülök neki persze, hogy vezetünk, és azt gondolom, hogy ahogy láttuk így az 5-4-et a fél idő vége felé, valószínű azért egy elég varázs lesz a második fél idő. Hát én is tudom elmondani, Erik Sánchez, végig domináltuk a mérkőzést. Én is egy kicsit több ellenállásra számítottam a TF-től, de ha végignézünk a játékos keretünkön, szerintem várható volt, hogy ez lesz nagyjából a játék képe, és a továbbiakban is ezt várom a csapattól természetesen, hogy szerintem egy 5-6 gól a végén jó lenne azért nyerni, hogy azért a közönség lássa minél több gólt, ha már ilyen szép számban álljuttak, és akkor egy jó futszal élményen távozzon mindenki majd. Itt van velünk Dániel, az Ökumenikus segélyszervezet munkatársa. Dániel, tudnál egy pár szót mondani a ma esti akciótokról? Igen, ez egy végpont most, ami itt történt. A BMS csapattal, illetve a világfényes bajnoksággal közösen gyűjtünk konzerveket. Összesen most több mint 2000 konzervet sikerült összegyűjteni azoktól a focistáktól, akik részt vesznek a világfényes futballbajnokságban, és ők mindenki a nevezés mellett egy-egy konzervet adott le. Ezeket a konzerveket az Ökumenikus Segélyszervezet juttatja el rászoruló családoknak, hajléktalanoknak, itt Budapesten és az ország különböző pontjain. Szia! Melyik csapatnak szurkolsz? Szia! BMS vagyok, így egyértelmű a BMS csapatának szurkolok. És hogyan értékeled a hangulatot a meccsen? A hangulat elég jó. Azért ritka ilyen meccseken az ilyen hangulat. Máskor is el fogsz jönni a BMS meccseire? Többször ki szoktam jönni a futsal meccsekre. Sajnos időm néha korlátozott, ezért nem minden meccset tudok eljönni. De tervezek még jönni máskor is, igen. A Műegyetem csapatának csapatkapitányával állok itt, egy győztes mérkőzés után. Hogy értékelnél a csapat teljesítményét? Hát először is szeretném megköszönni ennek a gyönyörű közönségnek, hogy kijöttek és bátorítottak minket, a mai eredményt nekik is köszönhetjük. Hál' Istennek megnyertük a mérkőzést, így sikerült csoport elsőként zárni az alapszakaszt. A folytatásban is hasonló eredményekre számíthatunk? Hát ha ennyien kijönnek, akkor biztosan. Reális esély van arra, hogy följussatok az NB1-be. Ebben az esetben mik a hosszú távú célok? Mindenképpen szeretnénk az NB1-be megvetni a lábunkat. Természetesen ott egy kicsi megerősített kerettel kell annak nekivágni. Ez a megerősített keret mit jelent? Igazoltok esetleg külsősöket, vagy ti készültök fel jobban? Mi is felkészülünk jobban, de az is lehet, hogy külföldi játékosokat igazolunk.